Hát megmondtam, hát jós vagyok, jósoltam. Hát július 8-án csináltam egy videót, ahol mondtam, hogy mobilfoxról kéne a Starbucksba. Mondjuk mobilfoxos csemetét hívnám ki, azt a rolit. Csak itt nem ezreseket kell dobálni, hanem egy emarit csonttal kell szembe dobni egymást. Erre augusztus 6-án nem bejelenti az RTL, hogy ott lesz. Látod? Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Lopjátok az ötleteimet? Sajnos nem úgy ment a Starbucksba, hogy azt én terveztem, tehát nem lesz püfölve, hanem kommentátor lesz. Kommentátor lesz a mobilfoxos csemete. Na de nem az a legdurvább, hanem az a nagyképű stílus, ahogy ő megcsinálta erről a bejelentő videót. Kegyetlen. Igazából nagyon erősen gondolkodtam azon, gyerekek, hogy elinduljak a Starbuckson, kommentátor leszek, kitanulom a szakmát Kokótól, mégiscsak azért ő a bajnok, és jövőre itt, hát gyerekek, kőkövön nem marad. Érzitek ezt az izomszagot, hely? Az biztos. Meg akarom beszélni a Verebélyi Marcellel, a producerrel igazi példaképemmel, hogy... Azért két nagy képüsködés között egyált liffektatett példakép. Főni. Kis kockába rakjanak engem ki, hogy ti végignézhessétek. Küldjétek el nekem még a műsor ideje alatt, mert amint szünet lesz, csak azt fogom nézni. Szerintem más nem várok. Talán még az első mondatomat, mert az beszarás lesz. Az ígéretem egy, Szépréti Roland megérkezett a tévéhez. Azt, amit a TikTokon megszoktak, azt itt is fogják látni, vagy még jobbat. Hát ha azt fogják látni, amit a TikTokon megszoktak, akkor szerintem az RTL a stúdiót lassan kiteheti arra lezésre, a rolót lehúzhassák. Én úgy gondolom, hogy ha azt a minőséget fogják látni Rolitól, amit a TikTokon képviselt, akkor kőkövön nem maradt tényleg. És hát élőben, gyerekek, ez kiváltság nektek, szóval várok mindenkit szeretettel. Értitek? Hát kiváltság, kiváltság nektek, hogy nézhetitek élő adásban a tévében ezt az űrgét. Hát érezzétek magatok megtisztelve. Érted-e? Én most megyek be ebbe a hárba, a fészit úgy bár leállítom a tévébe. Én nem akarom ezt látni. Meg s vágom ketté. Missász a posztot, ha látta, addig a viszkis üveg belé van állítva a tévébe, csak úgy megsugom. Gyerekek, életem dobása. Sajnálom a szomszédot, de tényleg, de ez a dobás nagyon erős volt, beleállt a falba a Jack! Na most, ha nem is abból indulunk ki, hogy a Mobilfox Rolly azzal lett ismert, hogy egy kínai mobiltokokat forgalmazó cég nevében ordibált rá idős emberekre, és ezresekkel dobigált kisgyerekeket, akiket ráadásul elég sok videóba megvezet, átbasz, meg ilyenek. Ha ezt nem veszük figyelembe, akkor elég, ha megnézzük az RTL posztok, a bejelentő posztok alatti komment szekciót, hogy ki mennyire tartja őt alkalmasnak erre, ki mennyire kíváncsi a képére. Amúgy tök jó, hogy a népszerű tévécsatornák is azt népszerűsítik, hogyha fiatalokat baszol át, időseket jezgetsz, és ezresekkel dobálsz meg tiniket, akkor tévésztár leszel. Tehát ez kell a népnek, ez kell. Ez 2024, basszátok meg.